Van nutellás is most mondtam. Ez a nutellás 3 kilós, melyik túrost? Ebből 3-at. Nagyon nutellás, azt hiszem. Vagy tejbegrézes valami. Hosszú évek óta hagyomány Bátaszéken, hogy Pünköstkön a Német Nemzetiségi Egyesület rétes fesztivált rendez. Ezt az ételt készítik el a helyi egyesületek a legkülönbözőbb módokon. A klasszikus túrós mazsolás és grízes meggyes édességeken kívül a sós ízesítésű káposztás és a tökös rétes is megtalálható volt a kínálatban, de olyan különleges hozzávalókkal is találkozhattunk, mint a csili vagy a nutella. Bár a rendezvény egész napos, résen kell lenni, a legkelendőbb ízeket hamar elkapkodják. A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális programok is várták a résztvevőket. Hagyományosan Pünköst vasárnapján délelőtt egy szentmisével kezdjük az ünneplést, és hát az asszonyok pedig otthon a konyhában tüsténkednek, sütik a finomabbnál finomabb házi réteseket, ugye különböző ízesítésekben. Nálunk németeknél a túrós, mazsolás, a mákos meggyes, almás, és hát vannak sósak is, például a káposztás rétes, ami sokak nagy kedvence, és még számtalan ízesítésben. Ma a gyerekek legnagyobb örömére a grízes nutellás, tejbe grízes nutellás. Ezen az alkalmon nagyon sok fellépőt köszönhetünk a színpadon. Van egy csodálatos kulturális műsorunk is, ahol hát a környező települések csoportjai lépnek föl. Alapvetően a pünkösd a németség, a svábság ünnepének tekinthető, és nálunk tényleg hagyomány, hogy a sváb és a német kultúrát, zenei kultúrát, tánckultúrát próbáljuk megmutatni, természetesen ötvözve a bátaszéki csoportokkal is. Így hát a német bátaszéki helymattánccsoport fellépett, bátaszéki székelyek felléptek, fúvózenekarok, bátaszékiek, dunaszekcsőiek, és hát egy híres, egy sztár együttes, egy Shramley Kings fogja majd az est végén szórakoztatni az ide látogatókat. Bátaszéki székelyek baráti társaságához tartozó bátaszéki székely unokák tárcsoport is fellépők között volt. Tagjaik a Bukovinából betelepült székelyek unokái, dédunokái, innen a nevük. 10 évesek és 50 év felettiek is táncolhatnak a csoportban. Jelen pillanatban 23 taggal próbálunk hétről hétre. Egy 2016 őszén alakult csoportról van szó, tehát ahhoz képest, hogy 6 fővel indultunk, most ez már elég szép, ez a létszám. És úgy gondoljuk, hogy tovább fogunk gyarapodni reményeink szerint, hogy kikből áll, teljesen vegyes. Óvópedagógus, középiskolai tanár, jó magam látszerész vagyok, van köztünk sírköves, és tehát teljesen vegyes. Inkább a közös szívdobbanás, ami minket összehozott. Igazából az alapelképzelés mindig is az volt, hogy székely hagyományokat éneklünk, táncolunk és mozgósítunk meg. Amit eddig megtettünk, az egy keresztelő volt, abból is volt most egy részlet a táncos része. És karácsonyvárás. Mindig úgy készülünk, hogy a karácsonyi műsorra készülünk új műsorszámmal.
és utána abból csipegetünk ki részleteket, és azt adjuk elő így évközben. Eddig meg olyan nagyon sok helyen nem voltunk, bátortalanok is vagyunk, mivel aránylag idős csapat, tehát későn kezdtünk el táncolni, és azt gondolom, hogy előképzettséggel a csapat egy-két tagjának van csak, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb utazásunk az tavaly volt Bukovinába, Kümpulung, Moldva hosszú mező, Bukovina Fesztivál volt sok nemzet között, itt mutattuk meg, és nagyon sok helyen még nem voltunk. A Felvidék Néptánc Egyesület 4 korcsoportjából a 2 középső gyerekcsoport mutatkozhatott be a színpadon. Mivel a legkisebb tipegők még az óvodásnál is kisebb korosztályból valók, ők színpadra még nem mehetnek. Így az óvodáskorú aprókat és a kisiskoláskorú utánpótlás csoport előadását tekinthette meg a közönség. Mi elsősorban ugye felvidéki táncanyagokat tanulunk, tehát felvidéki hagyományokat viszünk színpadra, népdalt, néptánckincset, de meg kell mondjam őszintén, hogy mindemellett azért kikitekintünk más tájegység táncaira is, tehát azért az egyesületnek van somogyi, küküllőmenti, volt mezőségi, kalottaszegi koreográfiája is, de egyértelműen, ha olyan a rendezvény, és a felvidéki népcsoportot kell képviseljük, akkor csak felvidéki táncanyaggal mutatkozunk be, illetve minősítőre egyértelműen csak azt visszük. A felnőttekkel most egy nagy megmérettetésre készülünk, 2 hét múlva lesz Bonyhádon egy országos minősítő, most elsősorban arra készülünk. Természetesen a helyi városi rendezvények mindegyikén jelen vagyunk, tehát lehet az Majális, Pünkösd, Városnapja, Bornapok, adventi forgatag, tehát mindegyiken jelen vagyunk. Ezen kívül a környékbeli települések meghívásainak is szívesen teszünk eleget, illetve a testvértelepüléseken szoktunk gyakran megfordulni. Nagysallóban a felvidéki testvértelepülésen ott minden évben részt veszünk a sallói falunapokon, de az idei évben az a megtiszteltetés érte a csoportot, hogy Bézikhelyben a Bézikhelyi Vincerfestre is mi utazunk ki, és mi képviseljük Bátaszéket. Amíg a gyerekek a színpadon ügyeskedtek, a felnőttek rétesek elkészítésével és árulásával foglalatoskodtak. Mi a felvidék hagyományokat képviseljük a Felvidék Néptánc Egyesület által, hát ott nem volt rétes, de mivel mi is csatlakozunk ehhez a rendezvényhez évről évre, ezért mindenféle rétessel készülünk, és így évről évre felmérjük, hogy mire van igény, és nagyon régóta keresik nálunk a káposztás rétest, úgyhogy idén azzal készültünk, meg a specialitásunk most már a szalonnás rétes, amiért visszajárnak most már hozzánk. Úgyhogy igazából ez, amivel mi készülünk. A mi tészta receptünk a nagymamámtól van, ő székely, úgyhogy tőle van a receptünk. És akkor anyukám meggyúrt egy csomó tésztát tegnap, és tegnap délután nálunk a konyhában készítettünk. Az utánpótlás csoportunk szülei viszont mindenki otthon, és akkor ma délután kihozták nekünk ide a térre a réteseket. Évről évre egyre több rétes fogy el a fesztiválon. Az idején a felvidékiek 200, a székelyek 600, a németek 2400 darabbal készültek. A felvidéki szalonnáson kívül a székelyek jancsilis alkotását és a sváb medgyes rétest is érdemes volt megkóstolni. A szervezők a következő évben is bővülő kínálattal terveznek készülni. Bátaszékváros önkormányzata támogatja a rendezvényt. Magának a térnek is van egy nagyon jó kis hangulata, és amellett tényleg a rétesek kitűnőek, tehát jó hangulat, jó szórakozás, kellemes idő, ennél nem kell több, és szívesen látunk mindenkit Bátaszéken.